általában mobil szolgáltató képviselőjének vagy egy nem létező szerencsejáték szervező cég munkatársának adják ki magukat a telefonos csalók és így közelednek áldozatukhoz. A telefonba azt ecsetelik, hogy akit felhívtak, azok nyertek egy játékon. Azonban a nyeremény csak akkor lehet az övék, ha a bankkártyájuk segítségével elutalnak egy összeget egy megadott címre folyószámlára. 5 és 10 ezer forint közötti összeget kérnek a gyanútlan áldozatoktól. A megadott kód lehet egy telefonszám is, amit az áldozat így módon tölt fel. Másik gyakori csalási mód, amikor az elkövetők idős embereket keresnek meg telefonon és azt állítják, unokájuk vagy egy közeli hozzátartozójuk bajba került, balesetet szenvedett és gyógykezeléséhez pénzre van szüksége. Egy meghatározott összeget telefonszámlára vagy folyószámlára kérnek átutalni, és biztosítják az áldozatot arról, hogy segítenek rokonukon. Ezek a bűncselekmények sok esetben megelőzhetőek lennének. Ez az a fajta bűncselekmény típus, vagy ezek a bűncselekmények azok, amelyek, ha kellő körültekintéssel is figyelemmel lennének az állampolgárok, akkor könnyedén elkerülhetőek lennének. Hasznos tanács tud lenni ilyen esetben az, hogy ha, ha valaki nem vesz részt nyereményjátékon, akkor ne gondolja azt, hogy mégis nyert. Ha pedig részt vesz ilyen nyereményjátékon, akkor kérjen egy visszahívást. Mondjuk egy óra múlva hívjanak vissza, és addig hívja fel azt a szolgáltatót, vagy azt a szerencséjáték szervező céget, ahol egyébként ő részt vett a játékon, és érdeklődjön afelől, hogy valóban nyerte a játékkal a kapcsolatban. Illetve nagyon fontos dolog, hogy általában az elköltők szeretnek ilyenkor különböző személyes adatokat, illetve banktitoknak minősülő adatokat kikérni. Ezt sose tegyük. A telefonos csalók bárkit veszélyeztetnek, azonban könnyebben meg tudják téveszteni a jó szándékú időskorúakat, illetve a gyanútlan fiatalokat. Amennyiben valaki érzi, hogy átverték, azonnal szakítsa meg a telefonbeszélgetést és értesítsa a rendőrséget a 107-es vagy a 112-es telefonszámon.